Na, hát kedves barátaim az úrban, jól vannak? Jó van. A kutya pillanatnyilag otthon tartózkodik, de üdvözletét küldi. Azt tudják, mi a hasonlóság a kutya és a rövidlátó nőorvos között? Hát mind a kettőnek mindig kicsit nedves az orra. Megkérem szépen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ha megengedik, akkor a Bush férfi panaszai című ciklusból elővezetnék önöknek néhány anzikszot. Avagy 40 év fölött megőrül a férfi ember. Történt pedig, hogy nemrégiben zavarba ejtően fiatal és dinamikus barátnőm unszolásának engedve sítúrára adtam a fel. Elfelekeztem arról, hogy legutoljára 20 évvel ezelőtt volt létsz az én lábamon, és időközben felszedtem mintegy 15 kilót. Edzettségi fokomról pedig csak annyit, hogy az utóbbi 15 évben 500 méternél többet gyalog nem tettem meg. Cherchez la femme, mit tegyen az ember, ugye asszonyi nyomásnak engedelmeskedve, ráálltam, hogy haladjunk el a festői Salzkammergutba, ahol is ugye bár komikus gyakorlatokat fogunk a lejtőkön bemutatni, ezekkel a külföldi szemlélő számára, vagy egy idegen bolygóról érkező szemlélő számára teljességgel érthetetlen hosszú lécekkel, botokkal és egyéb accessoárokkal. Ez egy kivételesen hószegény tél volt. Erősen bíztam abban, hogy a síelésre de facto nem fog sor kerülni. Úgyhogy be is szereztem én az Essen und Trinken in Obersalzberg című kiadványt, és egy ilyen vendéglői és kávéházi tervet alakítottam ki a magam számára, ugye, hogy a reggeli után melyik kávéházban fogok még egy Braunerre betérni, ahol átnézem ugyebár az osztrák lapokat, hol fogok ebédelni lehetőleg díványjal, tehát ez az adjatok egy dívány szindróma, délután hol fogom agyonütni az időt, majd egy tartalmas vacsora után esetleg egy fakultatív, baszáskényszer nélküli kupleráj látogatással zárom én mintegy le a napot. Ugye, mert ott a sansz a lényeg, de hát ez a muszáj, az nem jó semmilyen műfajban. És elhatároztam, hogy ha ezek a vendéglátó egységek 500 méternél távolabb lesznek, akkor én taxit fogok ebből a célból igénybe venni, nehogy túl sportoljam magamat. Na már most, ennek ellenére a felszerelést elvileg elő kellett állítani. Hát akkor egy 14 éves tűzpiros torinói Fiat Unóval küzdöttem, amiben 284.300 kilométernél egy centivel nem volt több. Gondoltam, hogy ha nyugatra megyünk, mégis felkészítjük a Verdát itt az EU kompatibilitás jegyében. Elgyesszelek szerelőmhöz, Kanyik doktorhoz, akinek a jelszava a következő. Fábri úr, én beteszem, amit be kell, és nem veszem ki azt, amit nem kell. Hát azt hiszem, egy autószerelőnél ennél markánsabb arszpoétikát nem igen lehetne elképzelni. Na, egy órát valamit ottan molyolta a futóműbe, azt mondja, 50 rúgót kapok, hát én csuklottam egyet, átnyújtottam ezt a szerény készpénz összeget, majd így próbáltam távozni. Nem így Kanyik úr, aki utánam szólt, hogy téli gumi van. Hát nincs, hát 13 éve nincs téli gumi. Mondom, de hát teljesen hómentes. Osztrákok nem engednek be. Hát nem jó kezdődik a túra. Főleg, ami anyagi vonzatait illeti, rombolok ki a Szentendrei úton, bemegyek egy ilyen kés szalomba, ahol azonnal meglátták bennem a hülyét. Egy ilyen önfelfújó japán téli radiát ajánlottak 80 ezer forint per stükkér. Hát mondtam, akkor várok egy kicsit és veszek olyat, ami le is pippant. Megyek tovább, aztán Pomász külsőn, egy ilyen second hand megalázóba leossontam. Egy pince helyiségben, ahol egy sztomillnak látszó, újrafutózott baromköpenyt vásároltam darabonként 2000 forintért, ami hát nyilvánvalóan a gyakorló életveszély maga, de mindez eltörpül ahhoz képest, amilyen halálos veszedelem a síelés. Tehát filozófiának közé tettem meg a kérdést. Annyira belovaltam magam, hogy január derekán lemostam a Verdát, amit nyáron sem szoktam. Na, autómosásomat már kisebb érdeklődő csapat követte, így a kertkapun bekukkantva.
Szomszédom Mokép Ferkó, aki életét a következő kafkai hármasságban élte volt le, egyszerre volt önkéntes rendőr, halőr és orrforgász. Ugye, mindez 40 évig. Tehát valahol nem stimmelt a felderítési mutatón. Arról nem beszélve, hogy keresetét nyaranta, mint moziképész egészítette ki. Tulajdonképpen az ő kapcsán jegyeztem el magam a filmdramaturgiával, ugyanis Mokép Ferkó soha nem abban a sorrendben vetítette le a filmtekercseket, ahogy ezt a rendező megálmodta. És ez némi kreativitást, ugye? Tehát ma úgy mondanánk, hogy ez kihívás volt a mi számunkra, hogy a történetet összerakjuk, hát még nem volt nagy probléma, mert Pesten általában láttuk már 24-szer mondjuk a Fekete Tulipánt, 26-szor a Mandrek kapitány, tehát azért csak összeraktuk a dolgot, de ha nem sorrendbe vetített, mi azért fütyültünk, és ilyenkor Mokép így kiállt a korlátra, és azt mondta, hogy nem fütyül, nem fütyül. Most már nyugdíjban van, benézett a kertkapun, megbillentette oldalt nittelt Sky kalapját, azt mondja, külföldre lesz a menet? Mondta Huncu túl. Hát jól következtetett, ugye amikor az ember külföldre megy cseregyereknek, akkor a vonalkódot csak kiszedte a nadrágból. Hát van bennünk egy ilyen kelet-európai nyomor, ugye, hogyha külföldre megyünk, akkor nézzünk ki rendesen. Gyönyörűen lemostam az autót. Mokép rám néz, azt mondja, pólánc van. Most hallottam az Ezüst Kossuthon. Igen, neki egy antennája van két dióvaröbotból, ami csak a Szabad Európát fogja. Ezt ő úgy hívja, hogy Ezüst Kossuth, és ő a mai napig ezt hallgatja. 5 éve megszűnt. És ő állítja. Tehát mit tudom én, ufók szálltak le Pomázon, bemondta az Ezüst Kossuth. Tehát neki ez az információ központ. Az utolsó jelentős szürrealista Mokép Ferkó, mondom, ne szórakozz, azt mondja, bemondta az Ezüst Kossuth. Hólánc nélkül nem lehet bemenni. Jó van. Lemegyek a molkúthoz, Csábomány adja a szája szélét. Hát gondoltam, mennyibe kerülhet egy hólánc? Hát egy lánc. Mutatott egy 27.000 forintos öndrácuppantó modellt. Mondom, nem kéne ezt talán. 8.000 körül megegyeztünk egy középszarban. Úgy nézett rám, mint egy kiszáradt tevehalomra. Úgyhogy ismerik azt, amikor úgy kell kimenni, hogy az ember az eladó tekintetét így érzi a hátában. Na hát ez így történt. Hát összeadtam, ilyen 90 rúgó körül voltam, és ahhoz képest még nem sieltem egy centit sem. Mondtam, nézzük akkor a felszerelést. Tudni kell, hogy nálunk a kert végében van egy sufni, lő sufni. Ez évszaktól függetlenül általában 15 köbméter, majd jó lesz még valamire haszonanyagot tartalmaz. Halott Wehrmacht katonák, ukrán frontok, olajoskannák, búvárszivattyúk, olajkályhák, valamennyi műszaki cikk teljes kartonanyaga a hozzátartozó hungarocell béléssel együtt, nejlonszatyrok, dugók, konzervdoboztetők, befőttes üvegek, rozsdás szerszámok, karók, pozdorja végek, nejlonzacskók. Na kérem szépen, én ebben a Bábelban fél évente kétszer ejakulatív kidobást szoktam rendezni, amelyet én recyclingnak nevezek. És ilyenkor bizonyos megkönnyebbülés vesz rajtam erőt. 3 köbméter cuccot kitalicskázom én a mellettünk lévő konténerbe, és este avval a jó leső érzéssel kanyarítom magamra törpés pizsamámat. Hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. Ez legalább méhes. De! Csak forgolódom, kiver a víz. Magam alá gyűröm a habcímát. Mert eszembe ötlik, hogy az alig 17 éves olajkája kidobása elképzelhető, hogy elkapkodott volt. Végül is csak be van az kormolódva. Hát veszünk egy kis kormolt, hát bármikor elzárhatják a gázcsapot, vihar van, nincs villany. Legyen egy tartalékfűtés. Cserépkályhák is vannak, de hát ki tudja, ugye? Apám annak idején nadrágszíjat is hordott és hózuntrógert. És ezen mi nevettünk vásolt kamaszként, mire apám azt mondta, kisfiam, nincs történelmi tapasztalatod. Ma már értem én őt. Gondoltam tehát, hogy ez a rozsdás szovjet búvárszivattyú, alig 22 éves,
Csak a membránnal van egy kis probléma. Ferropasszittal át kell fújni a csavarokat, leverni róla a rozsdát, jó az még. Summa summarum éjfél tájban, beugrom párás gumicsizmámba, magamra senderítem a viharkabátot, rádőlök a három góliát elemmel működő NDK elemlámpára, csehszlovák gumirádnis talicskámon keresztbe rakom a vasvillát, és tűzök ki a konténerhez. Ahogy közeledem, a konténerből, mint a Nautilus periszkópja, kettő darab barna szempár emelkedik. Lakatos Lajos és Lajosné, a környékbeli recycling hézak pótló feladatot ellátó matadorai, kérem, nélkülük az ABC már belefulladt volna a karton göngyölegbe, egy oldalkocsis Danúriával dolgoznak. Na már most, ilyenkor éjféli órán, nincs olyan, hogy művész úr. Én ilyenkor, hogy elkerüljem a konfliktusokat, annyit mondok, hogy hello. Ugye itt a magázás tegezés problémája is feloldódik, a napszakokba se bonyolódunk nagyon bele, és ezek után egy fickós ollóval bevetemném magam a konténerbe. Legutóbb egy ipari boiler kartonjába estem bele, amiből nem lehet kimászni, mert nem tudsz bele kapaszkodni. Ha nincsenek ott lakatosék, én ma is ott stokkolok. Na ezek után megindul a lomolás, elvileg nincs is nagy baj. A baj akkor kezdődik, hogyha a recycling íratlan szabályainak megfelelően lakatosség bizonyos korábban tulajdonomat képező haszonjavakat már az ő érdekszférájukba vontak, mint annak idején Jaltában Sztalin Magyarországot, azaz kihelyezték a hársfa alá ezeket. Sztalinnal nem lehetett tárgyalni, ugye? Lakatosékkal lehet. Ilyenkor én némi készpénzt ajánlok nekik fel a saját cuccom visszavásárlására. Elég az hozzá, egy 3 órás vasvillázás és basszamázás után 2-3 ezer forint ráfordításával visszaródolok a kidobott 3 köbméterből, vagy 2,5-et, és ezzel ugyebár helyre tólom mintegy a kizökkent időt. No, én ezt a legutóbbi lomolást a sífelszerelés felkutatásával kötöttem egybe. Először a bot került a kezembe. Kicsit ilyen íves volt, ilyen versenybotnak is tűnhetett. Nem egészen arról volt szó. Le volt róla rendesen kopva a festék. Ugye valamikor a sí életet a Normafánál kezdtük, gimnazista korunkba. Volt egy barátunk, nevezzük Lacinak, aki egy-két leckével előrébb járt a síelés tudományába, mint mi. Ebben az időben jelentek meg a Magyar Nemzet vegyes rovatában olyan hirdetések, hogy angol órát adok, veszek. Ez a mi Laci barátunk, ez nem forgatta a szakirodalmat, nem futott át az utam a gipszelőig, illetve hogy agyossunk könnyen gyorsan a sportkórházba című visszaemlékezéseket. Ő mindent, amit a síelésről tudni érdemesnek vélt, az alábbi egyetlen, ám annál esszenciálisabb mondatba sűrítette. Ez a mondat úgy hangzott: a harangbölgyben találkozunk. A többit old meg. Most láttam pár éve Nagánóban a sí akrobatákat, hát kérem, mi ezt 20 évvel megelőztük, ugye? Annyit estünk már, hogy a végén már eleve hátradobtuk magunkat, és fejjel húztunk le a harangbölgybe, és néztük, hogy hol a faszban van a síréc a bal lábunkról. Majd utána az elcsángált botokat átmenve most már saroltában próbáltuk megkeresni tájékozódó jelleggel a kötésig érő hóban. Mindegy. Később aztán a Hopok déli lejtőjén beiratkoztunk egy sí tanfolyamra, ahol azzal kezdték, hogy hegyláb, völgyláb. Basz meg, hát 5 éven ment rá ennek a problémának az empirikus feldolgozására. Hát így, öregem! Jelentős energiákat spórolhattam volna meg. Hozzá kell tenni, hogy én elég hamar rájöttem, hogy a síelés, ez az egész napos megalázó ügykezelés, cuccolás, sorbálás, pakolás, egyetlen egy Faustinak nevezhető pillanatért történik, amikor boldogan adod át lelkedet Mephistónak. És ez a pillanat akkor van, mikor leveszed a lecet, lerúgod a cipőt, és a koliba előcsarnokában 2 darab páráló Staropramen exportove pívóval várnak téged az empatikus sporttársak. Ezt a fület hallatára nyitják, majd Dolby Stereóba Garat mandulára beküldöd, és ezt folytatod addig, míg arccal rá nem esel a Jánosikova heverőre,
Nem tudom, hogy hogy hívják Felvidéken a panni falat, vagy panni heverőt, de gondolom, hogy valahogy így. Annak idején szlovák barátaink egy kicsikét sajátosan értelmezték a demokráciát, különösen vasárnap. Ott ugyanis a liftre általában egy másfél órát kellett várni. Voltak ismerőseink, akik már akkor jártak nyugaton síjjel. Ilyen kivételezettek. Ugye, mert a 3 éves turista útlevelét senki nem lőtte el egy síjjelésre. Akkor ment rohant múzeumokat nézni, rohant feltérképezni a nyugatot. Hát hegyes halomnál kiléptél, és olyan harctéri idegesség vett rajtad erőt, hogy megőrültél. Azt mondták, hogy Ausztriában nem kell várni. Hát ezt én abstárt nem is hittem. Nem csak, hogy nem hittem, nem is igen vágytam én. Hiszen nekem arra az egy-másfél órás rehabilitációra igen csak szükségem volt. Ugye, volt szép ornátusom, hát abban én, ahogy egy kis kontraposztóba álltam ott, mint Dávid a paritjával, zavarba ejtően egy síelő benyomását keltettem. A pályán már bizonyos árulkodó jelek beszaladtak, de ott verhetetlen voltam. Mondjuk zuhanyozóban voltam még erős, sörözésbe és esti hangulatteremtésbe. Na de már most vasárnaponként a szlovák barátaink, amint említén volt, sajátosan értelmezték a demokráciát, és beálltak előre a sorba. Na, ekkor lehetett a síbotokat csőre tölteni, és egy kicsit megpendíteni a Trianon problémát. Ezt Beszterce bányáért, ezt Rozsnyóért, ezt Kassáért, ezt Zólyomért! Volt, aki annyira jól és hevülten kiverekedte magát, hogy azonnal ment is a kocsmába. Fő sem ment már a hegyre. Nem? Hát megvolt. Sport is megvolt, hazafias tematika is megvolt, faszom megy a hegyre. Rögtön beült Borovic. Na. Ez a bizonyos síbot tehát a Tóth testvérekkel folytatott belharc jeleit mutatta, görbesége ebből adódott, festék hiánya nem különben. Megnéztem a nyelét, bele volt nyomva 90 kc. Československo korona, mondjuk így. Hát mondom, ezzel nem lehet az EU-ba menni. Átdobtam a szomszédomnak. Pepe haverom nagy recyclingoló, nemigen találkozunk, mert ellentétesen élünk. Gondoltam, átdobom Pepének, jó lesz Dáliát karózni. Ő is szokott így átdobni cuccokat, hogy csak így átordít, hogy megy a trafó. Akkor megnézem, jó, én nem, akkor visszadobom. Szóval így kommunikálunk. Na mondom, 90 kácsés bottal nem megyünk Salzkammergutba. Át a kerítésen, jó lesz a Dáliáknak. Na nézzük a lecet. Hát nem volt annak már se kantnia, se futófelülete. 1975-ben vásároltam ezt Grazban, egy herefonnyasztó augusztus 20-án, ahol is, mint idegen vezető tartózkodtam, 50 magyar honfitársammal, életemben először. Tehát a Grácz térképet így megtanultam a fejben, mint dr. Zorge, és próbáltam őket így irányítani. Fél hétkor volt találkozó, nem, fél hatkor. Fél hatkor volt reggel találkozó az Engels téren, mai Erzsébet téren. Már mindenki ült a helyén, párás az összes ablak, és a szájba egy rántott csirke comb. Ebéd után szabad rablást rendeltem el. Volt nekem egy adresszem, ugye új felszerelés szóba se jöhetett. Még second handre se igen volt pénzem. Én elfáradtam egy ilyen kvázi fifth hand shopba, ahol egy öreg zsidó szabályosan a fejével tartotta a mestergerendát. Egy ilyen rejtő figura volt, annyira le volt pukkanva. Én kinéztem magamnak ezt a lécet, ezt ő már maga sem ajánlotta. Határozottan és mondhatnám minden jártányi erejét latba véve, ő engem erről le akar beszélni. Én azt mondtam, ez egy pszichológiai kérdés, én a bűvös határt 500 shillingnél húztam meg, eddig is, de tovább, ha még csak 50 shillinget rááldozok, akkor kaptam volna már egy nagyságrendekkel jobb lecet, de mondtam, nej, nej. Ez a léc 1964-ben top modell volt az Innsbrucki téli olimpián. Ki lehet számítani, hogy most hány éves? Na, hát gondoltam, akkor ez is megy Pepének, át majd befűzi a kerítésbe. A bakancsot már meg se kerestem, mert azt úgyis a léccel együtt kell bérelni, különben is mindig nyomta a lábamat.
Eltávoztam tehát az olajkályhák világából, irány a gardrób. Nézzük az ornátust. Nagyon mély gardróbszekrény van, ott be kell hajolni, és elemlámpával lehet ottan kutakodni, és a molyokkal küzdelmet folytatni. Van egy ilyen kék hülye gyerek sapkám, ezt rögtön megtaláltam. Ezt általában tövig beszoktam húzni a fejembe, úgy, hogy a fülkagylom derékszöget alkosson az én fejemmel. Ez azért jó, mert ilyenkor a sporttársak tekintetében rögtön megjelenik az elmebajosoknak kiáró elnéző figyelem, és egyúttal a pályán némi tér, sors nyis nekem tér, keletkezik körülöttem, és erre ugye sidudásomat figyelembe véve nekem igencsak szükségem is van. Na, nézzük a nadrágot. Hát csak egy 40 fölötti barom, egy hiú gúnár tud ilyet gondolni, hogy belefér a 20 éves kori nadrágjába az állatja. Sajnáltam volna a nadrágot, amelyet 1976-ban Zakopanéban vásároltam 1500 zlotiért, ugye itt fontos a loti helyes ejtése, ami akkor körülbelül 3,5 dollárral volt egyenlő. Katowicében már jöttek az emberek és mondták, hogy forinti dollár ingyen. Mám, mondtuk mám, és egy rendkívül hálás kurzuson elcsattantottuk. Ez egy sötétkék nadrág volt, oldalt piros lámpásszal. Úgy néztem ki benne, mint Szinege Lajos hadseregtábornok. Úgyhogy esténként a hopok délin klasszikus disszemléket rendeztem én. Hát sajnáltam volna megválni ettől az apart kis darabtól, ezért gyakorlatilag teljes haspréssel, teljes kilégzést alkalmazva, valahogyan felhúztam én. Barátaim már akkor is a fatörzs epiteton ornánszal ruháztak engem fel. Ez a helyzet nem javult azóta. Hogy megmozduljak benne, az fel sem erült. De nem is szeretek én annyira mozogni, még síelés közben sem. Ezzel tehát én még kiegyeztem volna, de a nagyobb gáz az volt, hogy levegőt sem kapok én. Úgy éreztem magam, mint Golygo Mitics, ugye, aki az NDK Western filmekben különös tekintettel a Nagymedve fiai és az Ezüstó kincse című opuszokra Damillal kötötte össze a hasát, hogy deltásnak látszódjék. Ugye? Tehát ezt még nem dolgozta fel a filmtörténet. Jancsóról tudjuk, hogy hosszú snittekkel operál. Kérem, az NDK Western filmek azért vannak rövid snittekből összerakva, mert Miticsnek kellett menni levegőt venni minden egyes akció után, ugye? Mint annak idején nálunk a menőcsávók jöttek dalulon nadrág, bré alá egy kis kavics, beállítva a répa, Széchenyi fürdő, hatalmas mozgás a terméskövön, és a... Nem röhög? És a has finoman összekötve Damillal, és aztán mentek a kőváza mögé. Na jó van. Hát mondom, ez a nadrág, ez sajnos nem fog menni. Megkerestem aztán a Jackie-met is. Nem lett volna rossz. Csak az volt a probléma, hogy a steppelés az már elhagyta magát. Tehát a kínai tollanyag az itt alul foglalt helyet. Annak idején olyan csóróság volt a 60-as években. Feküdtünk le. Halom, apám még nyögve ügykezel. Átszólok, mondom, mi van, öreg, azt mondja. Rendezem a vattát. Nem volt már férc a paplamba. Reggelre az összes vatta ott volt lábzsák formájába, a mellkosaradon pedig pingvinek tartózkodtak. Úgyhogy, ha nem akartál éjszaka megfagyni, akkor le kellett nyúlni és fölrodolfózni a vattákat, mert különben megbolondultál. Hát mondjuk szériában mackóruhában aludtál alatta. Éjjel-nappal abban tartózkodtunk. 14 foknál nem igen volt több a lakásban, mindegy. Nem is voltunk náthásak, meg allergiásak se, ki érti, mindegy. Szóval is tettel. Hát mondom, akkor talán egy Jackie-re is szükség lenne. Jó van, menjünk el B-re. Volt egy adresszem. Kigyesszelek a második A, mint Alamir kerületbe. Elém jön egy 80 éves, csortos, gyulaszerű huszártiszt. Acélkék szemekkel, bodros ősz szemöldökkel. Olyan készolgása volt, hogy a vér kicsurrant az ujjam végén. Milyen a sítudás? Kérdezte szúrósan. Hát én már levizeltem a lábam szárát. Hát mit kell ilyenkor mondani? Nem találják ki. Mondom, középhaladó. Ebből nem lehet baj. Na hát ő megvetőleg végigmért engem, és a legócskább lécet oda passzította. Azt mondja, cipő van.
Mondom, nem, hát azt is így egybe tisztelettel gondolnám. Az oknit is igen ajánlotta, de gondoltam, hogy arra egy originátra inkább befektetnék. Álltak ott ilyen zoknik, amik már fűtszóra így megindultak. Mondtam, hogy Atomkraft nein danke, azért erre spendíroznék. Na, lementünk a basementbe. Hát én ott három cipőt próbáltam fel, és ettől olyan állapotba kerültem, mint amikor a gyógyszerre rá van írva, ugye, hogy szedése esetén szédülés, szájszárasság, szaporafosás, kólika, pulzuszavarok, álmatlanság, feledékenység, piros kiütés, és a legjobb, hogy utána oda van írva, hogy ha ezek jelentkeznek, hagyja abban, majd kaladványból szedem tovább. Érted? Szóval, na mindegy, ez nálam halmozódottan jelentkezett. Tudni illik, a három cipő felpróbálása nem csak fizikálisan tett engem touchra, hanem agyilag is, mert ezekben a cipőkben már a szoftver is tök máshogyan van. Hát a harmadik után úgy éreztem magam, mint a legenda szerint Királyhegyi Pál, akit amikor először billentett farba a munkaszolgálatba egy keretlegény, akkor odafordult hozzá udvariasan, és azt mondta, hogy na látja, most ment el a kedvem az egésztől. De hát akkor az események már feltartóztathatatlanul turbuláltak előre a maguk útján. Hazafelé még a Csillaghegyi Csibi áruházba vásároltam egy szintén 100% szilon jetnadrágot, és mindezt az ornátust otthon a perzsa szőnyegen így felpróbáltam a kis léccel. Nagyon megvoltam magammal elégedve már legalábbis, ami az outfitet illeti. A többire meg igen erősen reméltem, nem fog sor kerülni. Na, beindul a telefonálgatás. Mit főzzünk? Nők telefonoznak, aminek a lényege, hogy picsognak, nem a főzésről beszélnek. Ennek folyamányaként mindenki bablevest készített, úgyhogy negyedik nap a faház, kijöttek a hegyi mentők, mert a faház így finoman billegett. És így jöttek, hogy minden okéság, minden rendben van, így jöttek ezekkel a kis kutyákkal, minden. Mondtak, jó, atom, de ezt én már nem éltem meg, de nem akarok a dolgok elébe vágni. Mikor induljunk? Hát kérem mondom, nagyon egyszerű, ez attól függ, milyen messze van ez a helyiség. Mondták 650 kilométer. Mondom, well, itt két eset lehetséges. Vagy elindulunk hajnali kettőkor, ha még szombaton akarunk síelni, vagy ráérünk délben indulni, mert az a nap már úgyis a kutyáké, vagy ha normális időben indulunk, ugye akkor még a Bruegel kiállítást megtekinthetjük Bécsben. Nem. Találkozás Budapesten reggel 8-kor. És elindul az értelmetlenség cirkulusz viciózusa a maga útján, ha szabad egyik pleonazmusomat a másik képzavaromba ölteni. Ehhez nekem Leányfalun reggel 6 órakor kell felkelni, két turnusos székelés, a másodikat a kávé hozza meg, figymaporzás, pirítós elégetés, lekaparás, betonlekvár ráexpanderezése. Végül is, in end effect, pontban 8-kor, dead on time, az angol száz kultúrkör barátai kedvéért, megjelentünk a tetthelyen. Mi van veled, Sanyi? Néztek rám a sportársak. Miután általában egy picit késni szoktam, de úgy gondoltam, hogy most ezt nem teszem, hogy páni félelmemet palástoljam. Három autóval indultunk. Útközben vannak ilyen Rosenberger pihenők. Ne valami kultikus intézményre tessenek gondolni, lehet imádkozni is, de ez fakultatív. Ördög ilyen ki van találva, mert a gyerekek minden helyen, voltak velünk gyerekek is, minden helyen kapnak papírkoronát, ceruzát, tombola, nem tudom. Ennek folyamányaként 6 kávét ittam meg aznap szociálisan. Kis barátnőm rám néz, azt mondja, hát papa, hogy elnézlek, holnapra már ne vegyél tartós tejet. Kicsit fölpörgött a ketyegőm, gondolom én, de úgy az jól esett, nem? Tehát úgy az én helyzetemben, hogyha belegondolják magukat, akkor nekem szükségem volt egy ilyen kis biztatásra. Akkor a tájba beérkezünk a hegyek közé, örömmel regisztrálom, hogy hó, nuku. Mondom, el lehet menni itt a meleg fürdőbe is.
A szószoros értelmébe, kérem szépen, mert kiderült, hogy van egy szomszédos hegy, mint ahova mi mentünk, azt úgy hívják, hogy megvan. Mi mentünk Mária Almba, és a szomszédos helyet úgy hívják, hogy Hintertál. Azaz hátsó völgy, ez az Alpin Buzik San Franciscója. Hát mondom, estére ráhúzódunk egy kicsit a multikultira, hát nem mint buzi, aki tolerás, és fordítva. Egyszer csak fölnézek a hegyre, fekete pontok mozognak. Mondom, reped a Gletscher, támad a Moréna, eltévedtek a zergék, mondom, tud erről Brigitte Bardot? Hát befűzzük az A4-est. Kérdezem, was ist das eigentlich und überhaupt? Mondják, hogy ezek ott síelők. Na jó, apátiába zuhanva a hátsó ülésem malmoztam csendesen. Darab idő múltán megérkeztünk abba az apartmanba, amiről én 10 éve hallok. Én egy Taj Mahalt vártam, minimó kalkuló. Hát finoman szólva nem erről volt szó. Ugye az apartman az csak is kizárólag az utazási prospektusba elegáns. A helyszínen az a nyomor. Apartman, az elegáns. 8-an laknak, persze, küzd meg a tűzhelyért, persze. 3 Schneller a fajanszon. Na mindegy. Megérkezünk ebbe a csoda faházba, ami egy kicsit jobb, mint a csehszlovák standard, de úgy maradt 1963-ban szigorúan. A táj gyönyörű, ez kétségtelen. A nappaliból, the living. Csodálatos pillantást lehetett az üveg függönyön át vetni, mint egy, az Alpesekre. Mindezt azonban furmányos házigazdáink az alábbi trükkkel fejelték meg. Ugyanennek a hegynek a gigantposzter változatát kitették a hátsó falra. Nem mondom, be se nyomtam még egy fröccs semmi, mondom, mi van itt? Nézem a posztert, hullára nem mennek az autók. Ablakon próbálom fölkapcsolni a villanyt. Nem mondom, nem lesz ez így, jó? Na ezek után úgy gondoltam, hogy egy könnyed csapdahúgyozással emelem komfortfokozatomat. Behúzottam a fürdőszobába. Minden építész hallgatónak el szoktam mondani, hogy a mosdót nem 80 centire kell szerelni, hanem cerkára. Maga még nem tudja, 40 fölött minden pasas imád a csapba húgyozni, de tagadja. Érti? Tehát, hogyha a pasia így du-du-du-du-du-du-s, oh darling, az csapba dörrentés volt lágy öblítéssel. Ne legyenek kétségei. Na elég azt hozzámondom, emelem komfortfokozatomat, leállítom a brét, ilyenkor bezárkózni nem lehet, mert sejtik, hogy mire sántikálok. Ilyen fütyülés, dadolászás, haigazítással próbálom ugye némileg szalonképessé tenni a rettenetet. Ilyenkor félszemem mindig az ajtón van. Mert akkor én egy mozdulattal bebuktatom a cerkát, és oh, hello, hello, nem tudom, és akkor a halba ráhúzódom a szanzavériára, és a maradékot lerakom én ott. De mi volt itt? Ez egy apartman. 2 ajtaja volt. Hát én az egész napi utazás után annyit vártam ettől a pillanattól. Semmi örömöm nem volt benne. Hol ide néz? Hol oda néz? Olyan szakaszos a sikeredet, hogy már-már urológiai esetnek tekintettem magam, és egy könnyed csocsász lebegett a levegőbe. Túratársaim, házas emberek, azonnal rádültek a tévé távirányítóra. Azt mondják, Sanyi, van itt egy jó lavinafilm. Jó, van, menjünk rá. Megnéztem magamnak a Bernáthegyi kollégát, aki majd ki fog ásni. Úgyhogy a kicsit újra steppelt kínai tolcsekin bal zsebébe haladéktalanul elhelyeztem egy mogyoros Balaton szeletet, hogy tudjam valamivel premizálni a kollégát, ha majd megérkezik. És mégiscsak volt valami értelme a Rosenbergerekben való tartózkodásnak, ezekben a gyerekek kellő mennyiségű szívószálat, szaknyelven szopószálat gyűjtöttek. Ezekből úgy gondoltam, hogy én egy kis légperiszkópot fogok összeállítani, hogyha a lavina maga alá temet, és onnan fogok egy kis levegőt így be szipákolni. Hát azt hiszem, hogy
Nem vetem el a súlykot, ha azt mondom, ezen az éjszakán egy szemhúnyás nem sok. Én annyit nem aludtam. Reggel, hogy Páli félelmemet palástoljam, ilyen erőltetett fickossággal indítottam a napot. Lábam levegett, mint a gyárfalevél. Összepakoltunk, fölraktuk a cumót a verdákra, húzzunk a placra. Az én Laci barátomnak az az előnye vagy hátránya nézőpont kérdése, hogy mindig jól érzi magát. Ezért nem lenne baj, de ezt meg is fogalmazza. Ha, jó a túra, mi? Ezért mondom, ne izél, itt azonnal én. Jó, mi? Jó van. Leállítjuk a három pár lecet. Laci még így vakszol, reszelget. Én viszont egész kis beavatkozással nagy kalamítást tudok kelteni a rendszerbe. Hogy nem, a cipőm beleakadhatott valamelyik lecbe. Ennek következtében a hat darab léc így átesett a mellettünk parkoló Mercedes furgon gépkocsira. Nem vagyok biztosítási szakember, ahogy néztem, négy elemet kell majd újra fújni. Az első sárvédőt, a hátsó sárvédőt és a két ajtót. Ez hőlékkamrában 6000 márka megvan 3 nap alatt, nem nagy kaland. De gondoltam, most a betétlap kérdést talán, ha tennénk zárójelbe és átállnánk a parkoló másik oldalába. Megtörtént. Irány a kassa. Mondom, hol a kassa? Így fölmutatnak. Olyan magasságban, ahol én kirándulni szoktam. És mindezt erre a mászkálásra nem alkalmas sibakancsban. Hát mondom, nincs itt valami szamár, vagy nem tudom, hogy ez mediterrán országokban szokásos, ahova fehér varázslót ugye fölviszik ide a spiccre. Na jó van, hát csöndes basszamázásokkal fölküzdöttem magam oda, így húztam magam után a felszerelést, mintha a donkanyarból jönnék. Laci rám néz, azt mondja, egy hétre jelentős kedvezmény. Hát veszünk egynapos zsetont, hát megnézzük, hogy működik a dolog. Látja, hogy tamáskodom, azt mondja, orvosi igazolással visszatérítés. Hát ekkor azért ismét egy sötét kis bodor felhő úszott be, az én hangulatom amúgy sem túl rózsás horizontjának egére. Ez 4 kép szavar, mindegy. Hát mondom, jó, akkor Zweimal komplett, hadd szóljon. És 36 siningért még vásároltam hozzá, egy ilyen jójót is, amit a cipzárnak a lehúzójára lehet rátenni, ez a síbérlet tartó, hogyha te lejössz, azonnal bedughast, hogy itt ne kelljen várakozni, mint hogy én egy olyan csávó lennék, ugye? A piszték rongyláb királya. Eleve úgy nézel ki tőle, mint egy bangladesi kisklapec, aki nevelőszülőket keres. Na, nézzük. Kétféle felvonó van. Volt egy ilyen zárt lanovka rendszerű, ilyen villamos-szerű, és egy csákányos. Ez a korongos, az úgynevezett tökönvágó, ez a Lajtától nyugatra elterülő, szerencsésebb, történelmi fejlődési országokban nem használatos. Tehát ilyen Rozsnyón van, Banská Bystricán, az erdélyi havasokban, bolgár felföldön és a dobogókőn. Ugye? De viszont van egy mellékszolgáltatása, hogyha a korongost fordítva rakod be, az olyan prostata csocsó, hogy mire fölérsz, áll a farkad, mint a fagyott kutya lába. De hát azért ez nem fő motívum. Mindegy, estem én már ki csákányosból is. Taroltam éle komplett szlovák leányosztályokat, sajnos a szónak konkrét értelmében. László látta, hogy majd rézok, azt mondja, na majd fölviszlek. Búj hozzám. Nem mondom, le is szoplak, csak érjünk föl. Hát szarom rá, hogy néhány mélybarról házmester buzinak néz. A marxista etika végeredmény centrikus, hát legyünk fenn. Na, rádőlök az én kis Lászlómra. Tremoló, fogom a kötelet, mint a koala maci. Föl is érkezünk a gyakorlatilag sima pályára. Csak nekem tűnt rettenetes meredeknek. Hát fönt én határozottan azt éreztem, járhattunk úgy 11 óra körül, hogy én a napi sportadagomat teljesítettnek venném, és gondoltam, hogy ebből a lendületből bérelnék egy nyugágyat, hogy átnézzem a Der Standard című mérvadó osztrák újságot,
Fönn semmi infrastruktúra, Dimitri Lénáról mesél. Hát mondom, jó van, akkor gyors vagyok egy picit, nem érdekes. Na, lesz majd szünet. Szóval és tette, melegítsünk be. Anyikám régóta, tudod, jó. Hát emlékeztem így óvodából, hogy bal fülünkkel, jobb burunkat, stb. Próbáltam így, nyomtam egy kicsit a kabukérót. Aztán emlékeztem arra, hogy a Tátrában már csináltunk olyanokat, hogy a létszel ilyen különböző gyakorlatokat, de éreztem, hogy ezt kettőnél többször csinálom, akkor ebben már kvázi, mint a kagylóban szunnyadó gyöngy, magában rejlik egy irdatlan valakra esés lehetősége. Úgyhogy én ezt nem erőltettem a magam részéről a továbbiakban. Mondtam Lászlóéknak, ti csak induljatok el, én majd besíjelem magam. A harangvölgyben találkozunk. Újítottam fel a régi jelszót, ha még emlékeznek rá. Álltam ott a tök sima pálya tetején öngyilkossági gondolatokkal bensőmben, tehát ott van egy jatagán, én haladéktalanul envéremet veszem és öngyilkos leszek. Nem lehetett. Hát mondom, egy kicsit zavar, hogy ilyen rengetegen vannak a pályán. Vasárnap volt, minden bécsi házmester kötelességének érezte, hogy sítudását megvillantsa a pisztén. Hát mondom, itt egy kis helyet kellene csinálni. Mit is mondjak, mit is mondjak. A jóisten megsimogatta a fejemet, mert hamarost elhagyá Ajakin. Szóval elordítottam magam. Pozor! Na erre két másfél mázsás knédlin hizlalt valagú hófehér, tésztafejű nő így visszaintegetett, hogy áno, mondom, meg ne várjál rosszaság. Na ettől még, ugye, a nagy tót műszótól még nem lett rend a pályán, bejjebb húztam a kék jambót, erősítettem az elmebaj koncepciót, és addig-addig gordítoztam, hogy pozor, míg határozottan egy kis tér támadt. Na mondom akkor, a van a túl a tré. Szolidan ellendőltünk. Én egy 100 méteres szintkülönbséget, mint egy 3 óra alatt abszolváltam. Ez abban függött össze, hogy teljes íveket írtam le. Sieltem viszont 17 kilométert, és minden egyes fordulónál a kontraposztóba egy picit ünnepeltettem magam, és úgy tettem, minthogyha én mekkora nagy síelő lennék. Lehetséges, hogy ez volt az én drámai vétségem. Ez a bátortalan megközelítés. Maga az aktus röviden, dramatikus elemektől mentesen, kezem-feje módon zajlott, én egy kis buckára lassan fel, rükverc funkció kimarad, léc leszúródik, kis sebességnél kötés nem nyílik, és én így lehuppantam magam mellé, mint Vörös Sanyi bácsi azon az emlékezetes képen, amint ülmény nyuszik a fűben. Éreztem, hogy valahol megpattant egy hó. Annak idején Boncz Géza barátom, amikor együtt szerepeltünk az Élő Hócipő című műsorban, a Pesti Színházban, egy érdekes akcióval hívta fel magára a figyelmet. A befejező verset Koltai Róbert mondta, én a függöny mellől néztem a közönséget és figyeltem Koltait, a kollégák pedig tapsra gyülekeztek a függöny mögött. Egyszer csak, gondosan megvárva, míg a versben szünet van, Géza egy velőtrázó galambocskát engedett a légtérbe, hogy érdekesebbé tegye magát. De olyat, hogy én néztem a közönség arcát, tehát nem lehetett azt mondani, hogy megcsikordult az asztal. Így az első hatnak így leesett az arcam. Később Gézát ezért az akcióért felelősségre vonta a szerkesztőnk Farkasházi Tivadar, mire Géza a következőképpen védekezett. Ne haragudj, Tivadar! Nem gondoltam, hogy ekkorára fog sikerülni. Hát így voltam én ebben az eséssel, akkor még nem tudtam, hogy ilyen nagyszerűen fog sikeredni. Lementem félpályáig, gondoltam, hogy amint a társasjátékban szokták mondani, egy körből kimarad, rámentem én a forradból hálózatra. És tulajdonképpen egy kicsit jól is éreztem magam. Úgy lekerült rólam a síelés felelőssége. Ilyenkor mindenki az emberrel foglalkozik. Ilyenkor mindenki természetgyógyász. Anyikám, nincs itt semmi baj, bekenjük ökörtöge főzettel, zergepata zsírral, stb. Stb. Egy óra múlva nézem, hát mondom, megint valami irregulár nadrágba sikerült belecsúsznom, mondom, ennek a steppelése vastagabb.
Mondom, megint valami méreten aluli dolgot vettem. Na, fölhúzom a nadrágot, ami akkor már nem volt olyan egyszerű. Hát egy ilyen csecsemő fenyvér aláfutás jelentkezett. Hát mondom, akkor vegyük fotóra a figurát, ameddig lehet. Azt nem akartam megvárni, míg a hegyi mentők jönnek, és akkor a fejed így a pályán így pattog, ugye, ahogy ezt a filmekben lehet látni, mert ilyen szinten mondjuk helikoptert azért nem küldenek, mert az tetszett volna. De hogy így visz le a pali ilyen izén, és a búrám úgy pattog a hóba, az nem annyira oké. Fölpattantam a lecre, óriásit futottam, mindenki egybehangzó véleménye szerint. Mondtam, ti csak mulassatok. Én bepattantam jól felkészített torinói Fiat Unomba, és visszajesszeltem a harcálláspontra. Hát akkor már, ami járásomat illeti, kihívásokkal küzdködtem. Hát de facto bicegve raktam ki a cuccot. Egyszer csak feltűnik szállásadónőnk, Körsner néni. Templomi cimborájával mentek a Szűz Máriát moppozni. Kiskalapom, zergetollas, zergetollas kiskalapom. Mondja, hogy Fábri, de ezt a tágolom, anyádó röhögje. Próbáltam tartani magam, de mondom, ha már itt vagy, mondom, hát nem hiszem, hogy szükség lenne rá, de mégis nincs itt egy orvos. Na mondom, neked is megveszem a Képes Nébek Nyelvkönyv gyermekeknek című kiadványt, rohagy meg, de azért megértettem. Na hát akkor már hikomat verzióval berakom a lábamat a verdába, oda jesszelek a rendelőhöz, résztábla a kapu alatt, Schnellglanz, Dolly Buster-szerű titkárnő jesszel elő, mondom, bébi, ez rám várt. Mögötte föltűnik az orvos, vasalt, köpeny, aranykeretes, szemüveg, őszes, haj, rögyörű, műfogsor. Semmi dolga nem volt aznap, lehetett látni. Ám ahogy hozzám közelért, egy picit megnyalta a szája sarkát. Mondom, igen. Én vagyok az a balfasz, akiből élni tetszenek. Pénz állt a házhoz tisztelettel, hogy mennyi erről talán majd röntgen után. Na, fölraknak a vizsgálóasztalra. Ajakát nyaldosva egy kicsikét megropogtatja a térdem, rám néz, hát egy szalag biztos, hogy elszakadt, de lehet, hogy több. Jaj, de jó, mondom, hát mégiscsak. Ott a röntgent, nem téged visznek a röntgenbe, röntgent hozzák oda, 400 év. Plusz herevédő, nem bombázzák az értékes sejtállományt. Na, a röntgen igazán nem sok mindent mondott, az egyik szalag egy kicsit még kitépett egy kis spént, ha szabad így fogalmaznom, ugye a csontról. Dr. Kretschmár rám néz. Estére meg is műteném. Ó, mondom, de szépen alakul a nap. Tegnap még erre nem gondoltam volna a Grünberger kávézóba. Na mindegy. Hát mondom, mennyibe jön egy ilyen villámtréfa? Azt mondja, hogy 220 ezer shilling az egész plusz a kórházi ápolás. Hát ezt 18-al átdobtam, hát gondoltam, hogy ezt a néhány milliót most erre nem csattantanám rá. De mondom, van én nekem biztosításom. Tudtam, hogy nem jó rá, de hát próbálkozunk. Mégiscsak jobb, ha Ausztriába operálnak, ugye? Mert a magyar Marlboro nem olyan jó, mint az Amerika. Kint, a kinti kóla. Ezért gondoltam, hogy jó lenne, ha Ausztriába operálnának. Letakar egy kis lepedővel. Beszélgetünk, elmondom, hogy otthon én ilyen vicces ember vagyok. Sítudásom középhaladó. Egyszer csak közeledik felém, és látom, hogy alsó madárszárba valami így be van simulva a kis tenyerébe. Föltépi az ingem, és tanja pityere hasbasz. Hát mondom, ezt most miért kaptam? Hát mondom, már megbeszéltük a műtétet, már le vagyunk címbizve. Hát most várom. Mondom, mi ez? Azt mondja, ez? Hát ez egy kis trombózis gátló. Ó, trombózis is lesz. Hát történetesen tisztában vagyok a jelenség miben létével, úgyhogy mondtam, hogy akkor egy mappával egy kis A4-est kérnék szépen tisztelettel. Nem vagyok vagyonos ember, de gondoltam, hogy egy rövid végrendeletet fogalmazok. Én, Bubi kutyám jövőjéről, Unzoweiter, Unzofort, gondoltam, hogy gondoskodom. Közben ő faxol a biztosítóval, ugyebár, hogy vállalják-e a műtétet, avagy nem. Nem sokára megjött a fax. A műtétet természetesen nem vállalták, én ezt pontosan tudtam, csak életmentő műtétet vállalnak. Kretschmár még rám csattantott különböző bandázsokat, és nem tudom miket. Többek között egy pár mankót. Egy 21. századi
mondhatnám polgári mankót. Türkész kék-zöld színekben. Ott általában a mankó nepperek már este vacsorához jönnek, még el se estél. Hogy a hölgyek kiválaszthassák ugye a megfelelő színű egészségügyi accessoárt, ami megy a síruhájukhoz. Ennek a mankónak a végén olyan gumibumbi volt, ami nemhogy nem csúszott el, úgy letapadt, hogy nem bírtad fővenni. Én ebbe a 6-7 mankózásba Közép-Kelet-Európa legjelentősebb férfi felső testét aszimmetrikusra edzettem, ami még nem lett volna baj, de a sportkórházba főkapta a metlait. Hát mondom, én nem mondanék ilyet, hogy majd kötözöd 2 óra EU-ban, meg kötözöd 4 óra. Nem. Mi akkor leszünk az EU-ban, drága barátaim, hogyha a magyar mankó gumibombia is tapadik, illetve hogyha a metlahi alatti misunkból nem leszen kibugázva a cement, és ennek folyamányaként nem gyön felfele a burkolólap.